Hölgyeim és Uraim, amikor a délelőtti előadásokat hallgattam, nem tudtam nem visszagondolni régebbi időkre. És két nagyon jellemző kép ugrott nekem be a régi médiából. Az első az, hogy De Gaulle államelnök igyekezett egy párizsi politikai találkozóra, és részt vett a népet, mindenki kiabált, mindenki szanaszét mindenfélét mondott ellene, ő állt, hallgatta egy darabig, és utána benyúlt a zsebébe, és kifordította az üres zsebeit. És utána elkezdte mondani azt, amit ő akar mondani. A másik ilyen gondolat, ami eszembe jutott az, hogy Magyarországon fél évszázada, lassan több mint fél évszázada, 1961-ben alakult ki a KGST-nek az az integrációs alapelve, amely alapján elképzelhető volt az, hogy a művelésre érdemes hazai előfordulások helyett jobb importálni. Ez a fenntartható fejlődés elméletének megszületése előtt történt még. Ma az Európai Unióban két politikai kérdés létezik. Az energiaellátás és a környezetvédelem. A prioritás az utóbbié, ami a fosszilis anyagok termelésének és használatának ellenzésében nyilvánul meg. Dilemmákat szül ez a magatartás és ez az ideológia, mert az ökológiai tűrőképesség címén a klímapolitikával együtt a fejlődéshez való jogot is korlátozza. Kultúra romboló hatása van annak, hogyha a saját természeti erőforrások műveléséről valaki végleg lemond. Politika függése miatt a széntermelés alakulásáról, hasznáról, ezért úgy látom, úgy van értelme beszélni, ha figyelmünk kiterjed a létesítmények 50 évet elérő élettartalma alatt történtekre. Csak a tényekre visszatekintve kaphatunk helyes választ arra, hogy az energetika jelenlegi fejlesztési javaslaté közül indokolt-e szénbázisú fogyasztók szerepeltetése, igazolja a piacgazdaság a szénbányászat gazdaságtalanságát, szükséges-e a szénnek szerepet szánni. Az előadásom címe a szén szerepe a régióban, amiben ki kell térnem Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország lehetőségeire, természeti adottságaira. És a szakmán belül az energiapolitikával kapcsolatban kialakult véleményekre. Ehhez tekintsük egy ábra erejéig ki a világra, és ha az egyes szektorokban megnézzük az energia felhasználás struktúráját, akkor azt látjuk, hogy a kőolaj és a kokszolható szén és világgazdasági szerepet tölt be, a földgáz döntően regionális jelentőségű, láthatóan világpiaci áruvá válik, az energetikai szén jelentősége lokális. Nálunk a szénenergetika lehetőségeire a lakosság félretájékoztatott. Lassan megérjük, hogy a közgazdasági tudomány berkeiben sem kaphatunk helyes választ arra a kérdésre, hogy Közép-Európa szénbányászata miért vesztese a gazdaságpolitikai átalakulásoknak, és miért nem tudott a gazdasági jelentőségének megfelelő helyen maradni. Még egy ábra a világból. Az energia olyan munka, amely a civilizáció mai fokán emberi munkával sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nem helyettesíthető. Ezért közel megegyezi a nyersanyag felhasználás és a GDP növekedési üteme. A világ nyersanyag termelésének értékben és mennyiségben közel 90%-a az energiahordozók bányászata. A
termelés és érték szerinti sorrendben. Az első öt közül négy helyen az energiahordozók állnak. Az első és a harmadik helyen a kőolaj és a földgáz, a második és ötödik helyen a fekete és a barna szenek. A szén aránya a villamosenergia termelésben a legnagyobb, 40%. Az energetika nagyobb része szénre települ, a gyorsan fejlődő Kínában 79%, Indiában 81%, az USA-ban 54%, az Európai Unió országok közül Lengyelországban 96%, Csehországban 63%, Németországban 51%, Romániában közel fele 48%. Magyarországon az ágazat hanyatlása ellenére is közel negyede a villamosenergiában a szén részaránya. A vezető politikusok napjaink legfontosabb világpolitikai kockázatának a nyersanyag és energetikai bázisért folyó küzdelmet látják. Mert alternatív forrásokra kevés a remény, és az energiahordozókat egyes államok eszköznek tekintik a politikai céljaik elérésére. Fokozza az aggodalmat, hogy az idővel a legkeresettebb nyersanyagok termelésének növekvő hányada szénhidrogéneknek és nukleáris nyersanyagoknak egyaránt politikailag bizonytalan országokban valósul meg, az ásványi nyersanyagok földrajzilag egyenlőtlen megoszlásából adódóan. Ráadásul a kevésbé bizonytalan és a korábbiakban főként nyersanyagértékesítő országok is fejlett, nyersanyagkitermelő és fogyasztó országokká váltak, a részesedésük a világgazdaságban meghaladta a hagyományos ipari országokét, és a nyersanyagexport exportőrként a kitermelés ráfordításait megtérítő, magasabb árak kialakulásában érdekeltek. A tudomány még adós a gazdasági szerkezetváltás és az azai természeti erőforrásokat művelő ágazatok hanyadlása közötti összefüggés átfogó elemzésével. Kevés szó esik arról, hogy a széntermeléssel és a felhasználással kapcsolatos környezeti problémák leküzdését szigorú előírások szabályozzák, hogy a kitermelő ágazatok ott is károsítják a globális környezetet, ahonnan a szénhidrogén és a nukleáris energiahordozókat importáljuk, hogy a behozatal túlterheli a külkereskedelmi mérleget. Képtelen az a közgazdasági feltételezés, hogy léteznek energiahordozókat tartósan, korlátlan mennyiségben olcsón szállítók, és ezért a hazai ásványanyag kitermelésre érdemes részéről le kell mondani. A bányászati szakemberek a széneles tendencia megalapozottságot minden országban vitatják. A lengyel Liszowski professzor például az új energetikai tervek kialakításához a következőket írta. Az EU évi kőszén importja megközelíti a 200 millió tonnát, és ahogy a világ többi részében is történik, semmi nem utal arra, hogy Európa eltávolodna a széntől. Ennek megfelelően írja a saját politikájukhoz. Amíg a barna és fekete szén a legolcsóbb és ökológiai szempontból egyre barátságosabb energiahordozónk, és amíg távlatokra a gazdasági fejlődést, a gazdaságosság és az ország érdeke szabja meg, és nem akár a legbefolyásosabb döntéshozók által elfogadott doktrína, addig nem kell szélenes politikát folytatnunk. Nem kevésbé fontos továbbá az, hogy a leghosszabb munkalehetőség láncként a szén hosszú távon forrása a foglalkozásnak, a bányákban és azok széleskörű háttörében. Lengyelországban a jelenlegi 78 millió tonna fekete szén termelés azonos az 1953 évivel. A 2050-re elővetett számok is nagyon nyugtalanítóak. Ezek szerint 20 év alatt a szén részaránya az energetikában harmadára csökkenne, miközben 2006-ban a barna szén erőművekben termett villamosenergia ára 20%-kal volt olcsóbb a fekete szén bázisunál, 100%-kal a földgáztüzelő erőművekben termeltnél, és 2,5-szer volt olcsóbb a vizemreg áramánál, állítja a másik lengyel akadémikus, Gastelevics professzor. Nem ezek a tények a mérvadók egy 30-50 évre előre szóló új energiastratégia megalkotásakor?
Az elkövetkező 20 évre nem elképzelhető, hogy az ország képes megkétszerezni a villamos energiatermelést más energiahordozóval, mint a szén, amely a legolcsóbb és egyben az egyetlen energiaforrás, amely az energetikai önellátást lehetővé teszi. Vallják a lengyel kollégák. A cseh köztársaság szénvagyona közel 10 milliárd tonna, amely mennyiség fele gazdaságosan kitermelhető. A vagyon 37%-a fekete szén, 60%-a barna szén és 3%-a lignit. Az évi széntermelés mintegy 60 millió tonna. A villamos energiatermelés 70%-a szénből történik, 2010-ben 85.900 gigawattóra áramot termeltek, 62,4%-a volt barna széntüzelésű, 32,6%-a a nukleáris erőművek részesedése. Csehország energetikai függősége 25,1%, ami az EU országok 53,9%-ához képest viszonylag alacsony. A cseh állami politika alkalmazkodik az Európai Unió energiapolitikai céljaihoz. 2030-ra megújuló erőforrások részarányát a villamosenergia termelésben a jelenlegi 8%-ról 15%-ra tervezi növelni. Ezek részesedése 2009-ben túlteljesítve a 2010-re kitűzött célt elérte a 8,3%-ot. A 2030-ra készült koncepció a primer energiaforrások szerkezetében 30-32% szilárd, 20-22% nukleáris, 15-16% megújuló erőforrással számol. További célkitűzés, hogy az energetikai importfüggés ne haladja meg 2020-ban az 50%-ot, és 2030-ban a 60%-ot. Ezekkel a számokkal összefüggésben is érdemes elmondani egy kolléga véleményét. Mirek Topolánek, korábbi miniszterelnök úr, aki most a fűtési rendszer igazgató tanácsának a tagja, mondta a következőket. A fűtőművek minden bizonnyal tudják, hogyan menthető a szén egy része. Fontos, hogy az egyik hazai forrás a szén helyébe más hazai energiaforrás lépjen, és ne romoljon lényegesen az energiaimport függőségünk. Egy másik alapvető feltétel az, hogy a folyamat lassan, hosszú idő alatt menjen végbe. Csak ebben az esetben kezelhető gazdaságilag. A szén gyors helyettesítésére elméletileg egyedül az import földgáz áll rendelkezésre. Az összes szén kiváltása a fűtésben földgázzal, évente 5 milliárd köbméterrel, több mint 50%-kal növelni a behozatalt, amely költsége évente több 10 milliárd korona lenne, és gazdasági terhe a napelemes energetika költségeivel vetekedne. A hőárakra gyakorolt hatásra tekintettel ez teljesen elképzelhetetlen. Meggyőződésem, hogy a barna szén még hosszú ideig fontos szerepet fog játszani a hőtermelésben, és az államnak kellene megteremtenie ennek a feltételeit. Szlovákia földtani vagyona energiahordozókból korlátozott. Összesen közel 1,1 milliárd tonna. Az ország hosszú távon függ a kőolaj, a földgáz és a fekete szén behozataltól. A gazdaság számára jelentős mennyiségű a kitermelhető barna szén, a lignit és az uránérc vagyon. Fekete szén gyakorlatilag nincs. A villamos energia termelésben a hazai források részesedése jelenleg 7-8%. A szén az egyetlen olyan hazai nyersanyag, amely a villamos energia termelésben csökkenti az importfüggőséget, és biztosítja a villamosenergia rendszer biztonságát és megbízhatóságát. 2005 óta a hőerőművek hazai szénnel működnek kormányhatározatra, és 2005-2009 között 8,7 terawattóra áramot termeltek. A várható termelés figyelembevételével a szén nagyon elméletileg, mint 40 évre képes kielégíteni a nováki erőmű barna szén szükségletét.
2007-ben ugyanakkor Szlovákia 5 millió 300 ezer tonna szenet, fél millió tonna kokszot és 0,9 millió tonna barna szenet importált, és az importált részét koksz termelésre, másik részét a Vojáni erőműben hő- és áramtermelésre hasznosították. Az ország nyersanyag politikájában a szénbányászat és a szén villamosenergia termelésére történő felhasználása elismert, társadalmi-gazdasági okokkal indokolt államérdek. Folynak ugyan közgazdasági viták arról, hogy a szénenergetika fenntartására fordított eszközöket jobb lenne máshogy felhasználni, de a kormányzati álláspont az, hogy a ráfordítások nem csupán a bányászokra koncentrált támogatásként értendők, mert a szociális vonatkozásuk a 4464 bányász mellett a villamosenergia ágazathoz kötődő mintegy 15 ezer alkalmazottat is érintik. Érdekes tény, hogy 2010-ben a szlovákiai hazai szénből előállított villamosenergia ára 105 euró volt megawattóránként, a biomasszából előállítotté 126 euró per megawattóra, a napelemes energiájé pedig 430. 2007 és 2009 között a bányászatnak évente átlagosan mintegy 4 millió euró állami támogatást adtak, azzal a céllal, hogy új termelési kapacitásokat hozzon létre 500 munkahelyjel. Egy munkahely létrehozásának költsége 25-27 ezer euró támogatást jelentett. Hivatalosan megdemerősített, de a sajtóban megjelent információk szerint a külföldi befektetők egy munkahely létrehozásához 50-75 ezer euró támogatást kapnak. Megkülönböztetés nélkül 500 munkahely létrehozásáért a hazai vállalkozásokat 12 millió 300 ezer euróval, szemben 25-37,5 millió euró támogatást illetné meg. Magyarországnak a szénen és az uránon kívül nincs hosszú távon rendelkezésre álló primér energiahordozója. Folynak kutatások nem konvencionális földgáz vagyon hasznosítására, de az eredmények még nem jogosítanak fel nagy bizakodásra. Bár szénben sem tartozunk a gazdag országok közé, mégis viszonylag szénben a legjobb az ellátottságunk. Függetlenül kiszámítható árakon szénből akkor és annyit vehetünk igénybe, amennyi az adott technikai színvonalon észszerű. A mai gazdasági feltételek között leginkább a külfejtésre alkalmas lignit vagyon ad esélyt a leggazdagságosabb erőművek építésére. Bükkeábrányban 2000 megawatt, Toronyban 1500 megawatt, Kápolnán 2500 megawatt, Nagyréde erdőtarcsán 1500 megawatt kapacitású erőmű létesítése lehetséges. Piaci viszonyok megteremtése esetén a helyi lakosság és ipar ellátása, valamint az országos villamosenergia rendszer üzemeltetése szempontjából egyaránt kedvező 250-350 megawatt teljesítőképességű blokkok telepítése a Mecseki, az Oroszlányi, a Veszprémi vagy a Borsodi szénmedencében újra bankképessé válhat. A potenciálról. A magyar szénbányászat 75-ben hőben annyit termelt, amennyi a villamos energia termelés eddigi legnagyobb éves hőfelhasználása volt. Hazai szénnel lehetséges lett volna a későbbiekben import energiahordozókkal megvalósult villamos energia termelés. A szén kiszorítása következtében a villamos energia termelésben felhasznált energiahordozók importjával kapcsolatos költségek a feleslegessé vált energetikai beruházások terhei nélkül is meghaladják a jelenlegi teljes államadósságunk összegét. Nagyon aktuális kérdés ezért, hogy milyen tüzelőanyagot használó és kapacitású erőművek épüljenek. A döntést alapvetően befolyásolnia kellene az új erőművek létesítési költségének, megtérülésének és a villamosenergia rendszer üzemeltetési biztonságával járó kockázatoknak. Ezeket súlyos alatba kell vetni, mert az üzemek a haszon termelése érdekében épülnek, és a teljes biztonságra törekvés megkérdőjelezheti a tevékenység gazdasági értelmét.
Nemzetközi felelős vizsgálatok eredménye az a megállapítás, hogy a súlyos műszaki balesetek az energetikában elsősorban emberi tényezőkre vezethetők vissza, és noha számukat képzéssel, a technológiai fegyelem betartatásával csökkenteni lehet, az előfordulásuk nem zárható ki. Alig ha túlbecsülhető a beruházási költségek bizonytalanságának kockázata is. Ki tudnám megmondani, hogy a bizonytalan térségekben létesítendő csővezetékek, vagy az atomerővekkel kapcsolatos olyan feladatok, amelyekre a tudomány jelenlegi állása szerint még nem születtek elfogadható műszaki megoldások, mennyibe fognak kerülni? Ilyen feladatok például a kiégett fűtőelemek végleges tárolása, az előregedett atomerőek lebontása és mások. A korszerű szénerőművek tekintetében nem merülnek fel ilyen agályok. Az utóbbi időben hátrányként, egyben a többiek legnagyobb előnyeként a végső felhasználásnál mért CO2 kibocsátás nagyságát rólják fel. Sajátos módon a globális hatás csökkentésére törekvő metodika megfeledkezik arról, hogy a bányászat szállítás felhasználás teljes folyamatának kibocsátását lenne helyes mérni. Ez esetben ugyanis a kitermelés közelében elégetett szén CO2 kibocsátása a kisebb. Számításba kellene venni azt a geopolitikai tényezőt is, hogy vezető országok a legmagasabb politikai szinten tagadják meg egymás után kötelezettségek vállalását az üveghatású gázok kibocsátásának csökkentésére. A korszerű ökológiai, gazdasági és politikai realitások talaján a kioktói megállapodást sokan nem tartják hatásosnak és elzárkóznak meghosszabbításától. Így tett Kanada, Japán és két hetente csatlakozott hozzájuk Oroszország is. A szénenergetika ösztönössé vált visszafogása egyaránt rontja az energetika és a feldolgozóipar fejlesztésének esélyeit, hiszen annyival kevesebb eszköz jut a technológia korszerűsítésére, amelyet a nyersanyagok megvásárlására költünk. Ezért és a hazai megrendelések elmaradása miatt sorvadnak el nálunk a régebben világszínvonalon művelt tudományágak, például a szénkémia és iparágak, például az energetikai gépgyártás. Az ellenzők, a szénenergetika ellenzői minden érvelésükben messze kerülik a legfontosabbat. A legolcsóbban a villamosenergiát szénből állítják elő, és a haszon a túlélés lehetősége. Miután az Európai Uniónak is több programot át kellett már alakítania, azért, mert nem tudtak teljesülni például a lisszaboni programnak a célkitűzései, és bebizonyosodott, hogy akár 100 igen modern célkitűzésével nem lehet előrelépni. 3-4 olyat kell találni, amelyik a legkedvező a gazdaság számára, amelyik elment, amelyikkel utánzó gazdaság helyett korszerű gazdasággá lehet venni, új dolgok, új technológiákat, új technikákat lehet folyamatosan kialakítani és bevezetni. Egy zsákutcába jutottunk, amelyikből előbb-utóbb ki kell térni. A politika rá kell kényszerüljön arra, hogy ezen az álláspontján, hogy valamiféle nagy integrált rendszer szabályai szerint lehet a részrendszereket is működtetni, el kellene felejteni. A nagy modellezési kísérletekben mindig az derül ki, hogy az eredmények, amik kijönnek a modellből, azt mondják nekünk, hogy az önáltal várt helyes megoldást nem tartalmazzák a beviteli paraméterek.
Összefoglalva. Az előadás vezérfonala volt kimutatni, hogy a szénbányászat fejlesztésének helye van a világ és a négy ország energiastratégiájában. Az állítást tényekkel támasztottam alá. Ezek Lengyelország, Csehország és Magyarország megfelelő fekete és barna szénvagyonnal rendelkezik ahhoz, hogy legalább 2050-ig szóló előretekintéssel továbbfejleszte a legolcsóbb villamosenergia termelésének forrását adó szénbányászatát. A szénvagyon és a technika adta lehetőségek között Szlovákiának is nemzetgazdasági érdeke szénvagyon a gazdaságos kiaknázása. Másik következtetés. Sok szénenergetikus szakmai véleménye, hogy az import szénhidrogének és a hazai szén használatakor keletkező CO2 kibocsátás számításba vételének módja célzatos, és a káros CO2 elmélet tudománytalan. Vezető politikusok nyilatkozatai alapján remélni lehet, hogy gyengülni fog a szénnel szembeni ökoterrorizmus. Harmadik. A megújuló előfordulásokkal termelt villamos energia hatalmas költsége és az áram árának növekedésével járó társadalmi elégedetlenség miatt törést tapasztalható az európai energiapolitikában. Ha Németországban és Franciaországban 2010 óta csökken a zöld erőforrások támogatása, akkor kézenfekvő, hogy a szegényebb országok sem képesek a 20%-os megújuló részarányt elérni. Negyedik. A következő 20 évben a villamos energia termelésben a szén részesedésének csökkentésére alkalmas egyéb, például atomenergetikai, földgázszállítási kapacitások növelésének időigénye, műszaki tartalma és költségvazanta egyaránt bizonytalan. A létesítésükhöz és üzemeltetésükhöz szükséges biztonság mértéke pedig nem meghatározható. A távoli import energiahordozókra épülő gazdaság helyzete önmagában is súlyos bírálata a korábbi fejlesztéspolitikának, meghosszabbítása újabb koncepcionális hiba lenne. Nem kellene megfeledkezni arról, hogy a világ ketté szakadása fejlett és fejlődő országokra a bányászattal függ össze, és nem kétséges, hogy a termelők és felhasználók közötti viszony módosult. A visegrádi országok energetika együttműködése több évszázadra tekint vissza. Most emlékezünk meg negyed évezredes fennállásáról a Selmecbányai Akadémiának, ahol elődeink világszínvonalon oktatták a természeti erőforrásaink művelését és az egész életre szóló baráti együttműködést. Arról, hogy erre most is nagy szükség van és lehetőség van, arra, hogy erre most is szükség van, utal az elmúlt héten Leobenben megtartott nagysikerű európai ásványi erőforrás konferencia, amelyen képviseltették magukat a világ bányászati termelésének 70%-át adó országok. Az európai nyersanyag ágazatot képviselő résztvevők időszerűnek tartották, hogy deklarációval forduljanak a tagállamok kormányaihoz, az Európai Unióhoz és az Európai Bizottsághoz. Ebben többek között rögzítették, hogy a bányászat és a nyersanyag ellátás a gazdasági szereplők feladata, a nyersanyagok gazdaságilag vonzó és versenyképes kutatásához, bányászatához szükséges feltételek megteremtése a tagállamok közigazgatási feladata, az Európai Bizottság feladata az egyes tagállamok lehetőségét meghaladó, nemzetközi szinten versenyképes politikai és jogi keretrendszer létrehozása. Bocsánat, doktor úr. Végeztem. Lehet, hogy a szakmai álláspont ilyen közös ismertetések közelebb viszi a politikát olyan fejlesztési változat elfogadásához, amely a legkevesebb társadalmi ráfordítással biztosítja hosszú időre a kedvező hő- és energiaárakat, és ha a szénerőmű telepítése az indokolt, akkor segíteni fogja a széntermelését és felhasználását negatívan megítélő és türelmetlen elutasító közösségi nézetek megváltoztatását. Kívánom a szakmának, hogy a legjobb megoldás kiválasztását kiegyensúlyozott és tisztességes szakmai vitával segíthesse. Köszönöm a figyelmüket, jó szerencsét!